hazafelé. Gondoltam, Marikában, ahol beszéltünk, hogy néhány mondattal zárom ennek az estének ezt a részét. Aztán mi maradjunk, nézzük, hogy mit mondanak másik. Amit én mondani akarok, egyszerre így fogalmazható, és most nem azt fogom mondani, hogy köszönöm, hanem azt fogom mondani, hogy nem először állunk itt, ebben a vendéglőben, és örülünk egymásnak, és örülünk a győzelemnek, önkormányzati sikernek, parlamenti sikernek. Az én szótáramban ez a hely mostantól kezdve Szent Erzsébet Rózsa kertje. Szent Erzsébet Rózsa kertje. És nem csak azért, mert Szent Erzsébet légtartja a Földet, űzik el. Hétvégén bemutatásra kerül. Szikora Róbitól kaptam épp a SMS. Imádkoztam kérted, Robi. De nem azért, mert csoda történt. Csodálatos eredmény történt. De végül is nem egy földön túli csodának az eredményhez, hanem egy csapat munka, közös összefogásnak az eredménye. Olykor kellett hozzá szinte annak az érzete, hogy a csoda itt van körülöttünk. De amikor mindig mondunk, Nagy Lászlót idézik, hogy műveld a csodát, ne magyarázz. Én se akarok nagyon magyarázni. Helyettünk beszélnek a tények, azok az eredmények, amelyek megvannak engem, annyira nem fogtak meg, hogy nem leptek meg, de van bennem feszültség. És mondtam is Gabikának, tehát el fogom bőgni magam, mert akkor a feszültség bennem, hogyha megfognék egy villanykérkét, akkor kipulhatnak a kezemben. Mert egyrészt nagyon akartuk ezt az eredményt, és nem csak ketten, három, öten, tizen, hanem sok millió. És ez valahol sűrűsödött. Sűrűsödött az elmúlt esztendők munkájában. Hát ennek a hátterében az apró munka, és az apró munkának az ember. Csapatmunka, egy közösségi munka. És jó érzés volt hallani a miniszterelnök urat, és kerülött a félő arcokat. És minden bizonyul a Kárpát medencében, ahol magyarok élnek, hogy ugyanúgy dobogott a szív, ugyanúgy éreztük egymást. De az ünnep az néhány óra, reggel fölébredünk, és kezdődik a következő esztendők. Nem kampánya, munkája. Szeptember elején már látni akarom az önkormányzati terveket, elképzeléseket, amit ugye össze kell vetni a vállalásokkal. Amikor az önkormányzatot megválasztottuk, polgármesterek kampány programját össze kell vetnünk a valósággal, lehetőséggel, és nyilván meg kell tennünk megint csak együtt minden annak érdekében, hogy itt a Szent Erzsébet Rózsa kertjében, amikor megint összegyűlünk, jó kedvűen hallgassuk majd az eredményeket. Hát ebben az eredményben akkor ott van az országunk is a jó kedve. Iszonyatos időszak. Politikailag, történelmileg nagyon nehéz időszak lesz. Ez is feszültség bennem.
nyilván sok-sok egyéb ismerettel, hogy az orosz ukrán háború következményei, hogy a déli inváziós kísérletek milyen fordulatok lehet, hogy Brüsszel különféle stratégiája végül is, mert nem egy van. Ez mennyiben fog bennünket meggyötörni, és olyan helyzetbe hoz, amikor nagyon-nagyon nagy szükség van a belső hétharmados erő összefogására. Én szóval ahol, hogy mindazok a válságjelek, akár az egészségügy, a járvány következményei, akár az élővilágban, amelyek csak zaklatnak bennünket és keresik a megoldásokat. Ez mind-mind egy nagyon határozott, erős kormányzatot kötelez munkára, és emögé továbbra is ott kell lenni, ott helyben és közösségben, egyházban, önkormányzatban, nagyobb térségben és egy nemzetpolitikában. Én köszönöm szépen a sorsnak, hogy valahol így találkozott Szent Erzsébet a Rózsakerttel, és Szent Erzsébet Rózsakertje, ez most valóban csodálatos estét adott nekünk. Isten éltesse Robit, a csapatát, polgármestereket, és mindazokat, akik az elmúlt 400-500-at dolgoztak ebben a kampányban, sőt, ezt megelőzően is. Értékelés, aludjunk el, csütörtökön délután 5 órakor lesz a kiteleken a népfőiskola a Hungarikum Ligetben, hogy egy szakmai értékelés kapunk, és mindenki magában aztán gondolja végig, hogy hogyan tovább. Járkodtad, a járatlanért ne adj föl. Ne jutunk, ezen megyünk tovább még akkor is, ha néha besakasztok bennünket, meg próbáltok belőttünk be. Nyugodt erő, megmagad. Isten öltesse mindenkit. Jó utat hazafelé, aztán jó utat a kitelekre.